A Szent István Művelődési Házban folytatódott az Aranybullák a középkori Magyarországon és Európában tudományos konferencia, amely a Városi Levéltár és Kutatóintézet szervezésében valósult meg. A találkozó résztvevőit Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte, megerősítve az aranybulla jelentőségét hazánk történelmében. Az aranybulla emlékében minden program kiemelten fontos, és mi itt a Nemzet Történelmi Fővárosában végtelenül büszkék lehetünk arra, hogy nem csak királyunkat koronáztak és temettek itt városunkban, hanem középkor egyik kiemelkedő dokumentuma is Székesfehérvárhoz kötődik, hiszen II. András itt adta ki az aranybullát, amely Európában a második ilyen jellegű dokumentum volt, és hatása pedig évszázadokig tartott, hiszen még az 1800-as években is bizonyos pontjai a magyar jogrendszer alapját tekintették. Csurgai Horváth József a szervezőintézmény igazgatója, a konferencia levezetője megnyitó gondolatait követően Zsoldos Attila előadását hallgathatták meg a résztvevők, amelyben II. András aranybullája mellett a magyar városok aranybulláiról és a 12.-13. századi angol uralkodói kartákról is szó esett. Szeretünk volna kitekinteni arra 800 éves útra is, ami az aranybulla mögött van, és ezért lesz egy emlékezetpolitikával kapcsolatos előadás is, és hát természetesen magára az aranybullára is szó esik majd, mely a középkori magyar történelemnek talán a legismertebb, de nem eléggé ismert dokumentuma. Pósán László egyetemi tanárként és országgyűlési képviselőként is elkötelezett az aranybulla iránt, amely történelmi alkotmányunk egyik legfontosabb alkotóeleme volt a királlyal szemben megfogalmazott rendi, nemesi szabadság elismeréseként. Az európai fejlődés pontosan azért, mert egy nagy közös keresztény keretben vagy keretrendszeren belül történt, számos vonatkozásban, még akár egymástól függetlenül is olyan típusú párhuzamokat képes produkálni és mutatni, ami összevetésre és összehasonlításra alkalmas, és azt gondolom, hogy szükséges is. A konferencia időszerűségét az is adhatná, hogy megerősíti az alaptörvényben foglaltakat, miszerint az aranybullát, annak rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt nemzeti hitvallással és történelmi alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értelmezni.